estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják december 1-én csütörtökön este 7 órától. Nézzük is legfontosabb híreinket egy-egy mondatban röviden. Függőség és számítógép. Középiskolások figyelmét hívták fel a rájuk leselkedő veszélyekre. Adományokat gyűjt a Sátorai Jóihelyi Pöttömke biztos kezdett gyerekház. December 7-én tartja második nyíltnapját a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Több mint 100-an vettek részt dr. Donauer Nándor szakpszichológus és neuropszichológus előadásán a Sátorai Jóihelyi Kossuth Lajos Technikum szakképzőiskola és gimnáziumában. A nyilvános előadáson szó volt azokról a jelenségekről és fogalmakról, amiket napjainkban a legtöbbször hallunk, ha egy gyermek nehezebben tanul. Ezekről beszél dr. Donauer Nándor, valamint kiemelte, hogy ezek a tünetek a számítógép függőségre vezethetők vissza. Dixlexia, hiperaktivitás, figyelemzavar. Valószínűleg sok szülő és pedagógus találkozott már ezekkel a szavakkal, hiszen napjainkban egyre több gyereknél tapasztalható valamiféle nehézség a tanulásban. Több mint 100-an voltak kíváncsiak dr. Donauer Nándor neuropszichológus előadására, amit a Sátorai Újhelyi Kossuth Lajos Technikum és szakképzőiskola és gimnáziumában tartott. A szakember a Budai Gyermekkórház epilepszia neurológiai szakambulenciáján neuropszichológusként több, mint 5000 gyerekkel foglalkozik évente. Itt ugye nagyon sok baj van a gyerekanyaggal, nagyon sok nehézség van a figyelemmel, figyelemzavarral, a diszlexiások, tehát olvasási nehezítettséges, számolási nehezítettséges, és hát a legkülönbözőbb ilyen ugye a tanulási memória probléma, az emlékezéssel vannak gondok, és hát nagyon sok ugye a hiperaktivitás problémakör, nagyon sok esetben az ADHD mellett ugye előjön az Asperger, tehát az autizmus, és hát ezek mind olyan súlyos diagnosztikai hát bélyegek, sokszor a szülők lelkébe, ami hát mindenki retteg, mindenki fél, és amikor valaki ezt felelőtlenül kijelenti, akkor nem csak egy gyerek életét teszi esetleg rossz vágányra, hanem egy családnak a lelki életét tudja hát agyon csapni. Dr. Donauer Nándor elmondása szerint ezek az említett fogalmak és jelenségek, mint például a figyelemzavar, ami epilepsziával is társulhat, egy függőségből ered, ami a számítógép használatához köthető. Ezeken viszont mind a pedagógusok, mind a szülők tudnak segíteni. Én nagyon sok helyre járok iskolákba, tanári kar, és amikor elmondom ezt a helyzetet, akkor azt mondják, hogy akkor ismételjem meg az előadásomat a szülőknek, akkor elmondom a szülőknek a gépfüggőségnek a súlyos állapotát, ami van az országban, tehát nem kell senkinek sem mondani, és akkor ugye azt mondják a szülők, hogy tehetetlenek. És akkor kiderült, hogy nem kell mondom, hogy nem lehetek tehetetlenek, mert felelősségteljesen nevelem a gyerekem, és akkor nagyon ügyesen az egyik iskolában, nem egy iskolában, a szülők szépen alulról megszervezték, hogy bemennek a gyerekek, mindenki az összes elektromos kütyüjét egy zárt szekrénybe beteszi, mikor megy haza, megkapja. És az egész iskolai őrjöngés, titkos felvételek, provokáció, intim felvételeknek az egész ügye megszűnt az iskolába. Csend, nyugalom és béke van. Az előadás alatt elhangzott, hogy fontos a szülőknek tudni, hogy a számítógépezésre vagy telefonozásra ne hagyjanak 20 percnél több időt, hiszen a gyermek a játékok közben elveszíteti az időérzékét, így akár órákat is képes azok előtt ülni. A 2008 óta működő Sátorai Jóihelyi Pöttömke biztos kezdett gyerekház a téli időszak alatt is nyitva tartja a kapuit a családok előtt. Csak karácsony és szilveszter között tartanak egy pár napos szünetet. Az ünnepek közelettével és szinte egész évben szívesen fogadják az adományokat, hiszen a gyerekház foglalkozásai több mint 20 család vesz részt, így ezekkel az ajándékokkal szeretnék szebbé tenni számukra az ünnepeket. Néhány játék és ruha is összegyűlt már a Sátorai Újhelyi Pöttömke biztos kezdett gyerekházba az elmúlt hónapok napok alatt. Körülbelül 20 család vesz részt a programjaiban és töltik együtt a délelőtöket, közöttük szeretnék szétosztani az adományokat. A Pöttömke biztos kezdett gyerekház már közel 15 éve működik a városban, ahová a szülők 0-tól 3 éves korig vihetik a gyerekeket a foglalkozásra.
Nagyné Kovács Ágnes elmondása szerint ilyenkor a téli időszakban is fontos, hogy tudjanak adni, hiszen az ünnepek közelettével ez kiemelt figyelmet érdemel. Mi is egész évben gyűjtjük az adományokat, bárki bármikor hozhat ide gyerekjátékot, gyerekruhákat. Többnyire volt gyerekházasok szokták hozni, de a bababolt is gyakran adományoz nekünk cipőket. Meg hát változó ki, hogy érzi, hogy szeretne megválni olyan holmitól, ami már nem szükséges a gyerekei számára, és akkor elhozza nekünk, hogy hát, amíg hasznát vesszük. Úgyhogy folyamatosan várjuk, és úgy tervezzük, hogy karácsony előtt még rendezünk egy ruhavásárt és játékvásárt egybekötve, vagy pedig minden héten adunk azoknak a gyerekeknek, akik itt megfordulnak egy-egy plüss játékot. Úgyhogy megpróbáljuk szebbé tenni napjaikat. Ahogy a karácsonyi adományozásra is, úgy a Mikulásra is figyelnek. December 6-án lesz itt a Mikulás ünnepség. Hál' Istennek van egy Mikulásunk, aki visszatérő, szinte hivatásának érzi azt, hogy ő nálunk a Mikulás, és bevállalja azt is, hogy elmegy 5-én este a családokhoz, hogyha igényt tartanak rá. A nyári időszak alatt pszichológus kerestek azzal a céllal, hogy a szülők segítségére legyen. Nagyné Kovács Ágnes elmondása szerint ez sikerült is. Bőrica Anna doktornő elvállalta, ő havonta egyszer jár ide hozzánk, 2 órát tölt itt, és akkor itt föl lehet neki tenni kérdéseket. Ő gyerekorvos is, és gyerekpszichiáter is, úgyhogy nagyon szeretik az anyukák. A Pöttömke biztos kezdett gyerekház egész évben várja az adományokat, ruhákat, játékokat. Pálházán fél évtizede kezdte meg működését a középkori vízimalom és sütőház. Ez bárki által látogatható, különlegessége pedig abban rejlik, hogy itt ősi módszerrel őrölnek lisztet a búzából. A svájci alap támogatásával megvalósult turista attrakció az ország minden részéből vonzza a látogatókat, akik kíváncsiak eleink malmainak működésére. 2016. szeptemberében nyitotta meg kapuit a nagyközönség számára a Pálházi középkori vízimalom, mely egyedülálló módon használatban is van. Nem csupán kiállítás, hanem az általa őrült lisztet kenyérsütésre is felhasználják, akár saját búzát is fel lehet dolgoztatni benne korabeli módszerrel. A malom működését sokan szívesen megtekintik, hiszen napjainkban már kuriózumnak számít. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy évről évre egyre többen jönnek el hozzánk. Azt lehet mondani, hogyha szezonalitásról beszélünk, akkor a tavasz és az őszi szezon az a közkedvelt. Főleg bakancsos turisták látogatnak el például szeptembertől szeptember, október, novemberben. Tavasszal gyakoriak az osztálykirándulások, tehát itt óvodás korcsoporttól a középiskolásokon keresztül, tehát bármelyik korosztály szívesen jön hozzánk. Itt kapnak tőlünk egy bemutató őrlést, tehát megnézhetik, hogy hogyan működik a vízimalom igazából. Kedvelik a kis kézimalmot, főleg a gyerekek, az óvodások, ők nagyon, és vannak közöttük olyanok, akik, hogy mondjam, tehát hogy a szakma iránt is mélyebben érdeklődnek. Az attrakció nem csupán a környékről vonza az érdeklődőket, hanem az ország egészéből megtekintik sokak. Az a tapasztalat, hogy Soprontól, Budapesten keresztül, Szeged városából, tehát hogy nagyon sok helyről érkeznek ide a vendégek, a környékbeliek is szívesen látogatnak el hozzánk. Most idén volt egy gyermeknapi rendezvény, amit itt a helyi tűzoltó egyesület rendezett. A helyiek is kedvelik a vízimalmot, és nagyon szívet melengető nek tartom én a részemről, hogy különböző családi események részesei lehetünk az esküvőktől, a ballagáson, a keresztelőig, a konfirmáláson, a birmálkozáson keresztül. Mindenféle családi eseményt szoktak rendezni, és ez ilyen nagyon, nagyon bensőséges, hangulatú, nagyon, nagyon családias. A projekt a svájci alap támogatásával valósult meg, mely a hátrányos helyzetű régiókban nyújtott támogatást olyan turizmusfejlesztési beruházásokhoz, melyek munkahelyeket is teremtettek. Többek között a sokak által kedvelt újhelyi futrinka is ennek köszönhetően indult útjára.
December 7-én tartja második nyílt napját a Tokaj-Hegyalja Egyetem. A rendezvényen az intézmény valamennyi képzési formája bemutatkozik majd, és kísérő programokkal is várják azon középiskolásokat, akik egyetemi jelentkezés előtt állnak. A rendezvényre lehetőség van online módon előre jelentkezni. A nagymúltú egykori Sárospataki Tanítóképző Főiskola alapjain két éve jött létre a Tokaj-Hegyalja Egyetem, Zemplén térségének egyetlen ilyen jellegű intézménye. A felsőoktatási intézmény a tavalyihoz hasonlóan színes programokkal várja nyílt napján azokat, akik érdeklődnek az itt zajló képzések, akár a turizmusborászat, akár a pedagógiai ágazat iránt. A Tokaj-Hegyalja Egyetem most másodszor rendezi meg a nyílt napot, ami arra szolgál, hogy mindazok a középiskolások és a szüleik, az oktatóik, akik érdeklődnek a Tokaj-Hegyalja Egyetem képzései iránt, el tudjanak jönni hozzánk, és egy kicsit betekintést kapjanak arról, hogy milyen az élet a Tokaj-Hegyalja Egyetemen. Valóban szeretnénk azt megmutatni, hogy ez az egyetem egy különleges egyetem, egy olyan, most még kicsi, növekvő félben lévő épülő intézmény, amely nagyon odafigyel minden egyes diákjára, legyen ez a tanulmányi hivataltól kezdve egészen a legmagasabb rangú professzorig. Mindenki név szerint ismeri a diákjait, mindenki tudja azt, hogy mi történik, és a képzések során a hagyományos képzésektől eltérően valóban a hallgatóknak a bevonásával történik a tudásnak az elsajátítása. A nyílt napot december 7-én szerdán tartják. Délelőtt 9 órakor kezdődnek a programok. Egyetem előtti téren a kisfaházaknál várják a regisztrációra az érdeklődőket. Fölhívom a figyelmet arra, hogy online regisztrációra lehetőség van. Mi több szeretnénk kérni minden fiatalt, aki egyénileg érkezik, hogy ezt az online regisztrációt tegye meg, hiszen fontos az, hogy felkészülten tudjunk várni mindenkit. A felkészülés a részünkről azt is jelenti, hogy akik jönnek a nyílt napra és regisztrációval rendelkeznek, a programnak a végén egy szendvicssel, egy meleg teával, forró csokival várjuk őket, és miután Mikulás van és miután karácsony jön, azért ez is valamilyen részét képezi majd a nyílt nap programjának. A Tokaj-Hegyalja Egyetem azzal, hogy oktatási kínálatát is folyamatosan fejleszti, úgy igyekszik a hallgatói létszámát is növelni, hogy a térség lakói számára is legyen lehetőség helyben felsőoktatási képzésben részesülni. Hivatalba lépése után első rendeletével 1867-ben teremtette meg Gróf Lónyay Menyhért egykori pénzügyminiszter a modern magyar pénzügyigazgatás alapjait. Ennek emlékére a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyugdíjasainak Országos Szövetsége egy kiállítás megnyitóval egybekötött ismeretterjesztő előadást hirdetett meg a tagjai számára. Gróf Lónyay Menyhért volt a megalapítója az önálló magyar pénzügyigazgatásnak az osztrák-magyar kiegyezés után. Így személye kiemelten fontos a Nemzeti Adó és Vámhivatal dolgozói számára is. Ennek jegyében már az év elején egy emléktáblát avattak tiszteletére. Most pedig Lónyay Menyhért munkásságáról a NAV nyugdíjas szervezete számára tartottak egy előadást és kiállítás megnyitót Budapesten. A Nemzeti Adó és Vámhivatal életében ez egy különleges év, mi több jubileumot is ünnepelünk. Többek között az önálló magyar pénzügyigazgatás 155 éves történetét, amely szorosan kötődik Gróf Lónyay Menyhért munkásságához, mert az ő egyes számú körrendeletével alapította meg az önálló pénzügyigazgatást Magyarországon, és ebben az évben több esemény is kapcsolódik ehhez a jubileumi évhez, és az egész évünk tulajdonképpen arról szólt, hogy valamennyi ünnepségünk keretében megemlékeztünk erről az évfordulóról, úgyhogy így jól ismert a NAV dolgozóinak körében Gróf Lónyay Menyhért munkássága. És azért is örülünk ennek a vándorkiállításnak, ami most elérkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, mert decemberben nem csak a kollégáink számára, hanem az ügyfeleink számára is lehetőség nyílik majd arra, hogy az adóhivatal ügyfélszolgálatain megtekinthessék ezt a kiállítást. Úgyhogy így talán az ügyfeleinkhez is el fog jutni Gróf Lónyay Menyhért munkássága. 1867-ben miniszterként azzal szembesült Gróf Lónyay Menyhért, hogy az ország adóképessége meglehetősen alacsony. Ideált kell szervezni az adózási rendszert. Legelső rendeletével egy 16 regionális egységre bontott adószervezetet hozott létre, mely a modern pénzügyőrség alapját képezte. Mi szövetségünk, amely mintegy 10 000 tagot képvisel,
egyik alapvető feladata a hagyományok őrzése, a hagyományok tisztelete, hisz egy olyan szervezetről van szó, a NAVI jogelődjéről, a magyar pénzügyi igazgatásról, amely 155 éve áll fenn, és még remélem sokáig így lesz. Tehát a hagyománytisztelet keretében mi alapító atyánként tiszteljük Gróf Lonyhai Menyhértet, hisz ugye a kiegyezés 1867 az első intézkedése volt az önálló magyar pénzügyi igazgatás megteremtése. Tehát megérdemli ez az ember, hogy tiszteljük, becsüljük, és ennek keretében, az emlékév keretében mi nagyon sok rendezvényt szerveztünk, tartottunk, aminek egyik eredménye az az emléktábla, amely itt a székhelyünk aulájában van. Az ide elérkezett utazó kiállítást már több helyszínen is bemutatták. A mai napon a NAV 8-nak, illetve a NAV Kekinek a közöműködésében lehetünk itt Budapesten, a Mátyás utcában, és számos helyen megfordult már, hál' Istennek, ez a kiállítás. Ugye volt Tuzséron, Lónyán, Bodrogoraciban, Budapesten több helyszínen is. Ugye innen a Lónyai utca iskolából került ide néhány méterről mondhatni. Előtte a Rádai utcában, a Rádai házban, a Dunamelléki Református Egyház kerületnél került megnyitásra. Aztán voltunk Nyíregyházán a megyei levéltárban is, tehát nagyon sok helyen láthatták már ezt a kiállítást, és nagyon örül neki, hogy ő is ezt a formáját választottuk a kiállításnak, hiszen könnyen mobilizálható, könnyen szállítható, és nagyon hamar fel lehet állítani. A rendezvény az egykori pénzügyminiszter idén avatott emléktáblájának megkoszorúzásával zárult. Hírműsorunk végén nézzük legfontosabb híreinket ismét egy-egy mondatban röviden. Függőség és számítógép. Középiskolások figyelmét hívták fel a rájuk leselkedő veszélyekre. Adományokat gyűjt a Sátorai Jóújhelyi Pöttömke Biztos Kezdett Gyerekház. December 7-én tartja második nyílt napját a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Holnap a megszokott időben ismét jövünk a legfrissebb hírekkel. Viszontlátásra!